Citera találkozót tartottak Adorjánon. A Szóla Citera elnevezésű rendezvényen a szervező az Adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület mellett több környékbeli egyesület is színpadra lépett. Az Adorjáni rendezvényen a Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület tagjai énekkel és citera játékkal is bemutatkoztak. Teleki Zsófia szóló citera játékát is élvezhette a közönség, aki délalföldi dalokat hozott a rendezvényre. Először néptánccal kezdtem, és hát megtetszett a népzene, és a citera állt hozzám legközelebb. Mivel nagyon szerettem, ezért nagyon sokat gyakoroltam, és így egyáltalán nem volt nehéz. Most nyáron tanultam válaszúti dalokat, nem megy még teljesen jól, viszont jelenleg azok a kedvenceim. Zentáról az idén már 30. fennállását ünneplő Déli Báb Magyar Művelődési Egyesület érkezett, akik visszajáró résztvevői az Adorjáni Citera találkozónak. Az egyesületünknek jelenleg 8 citerása van. Ővelük kezdem, hát a citerások azok még aránylag elég fiatalok, hogy így mondjam, az a fiatal azt jelenti, hogy középkorosztály inkább, van egy-két fiatalabb is, nagyon képzett citerásaink vannak, van köztük még zenetanár is, képzett zenetanár, de nem ő az egyesület vezetője, az a, vagyis hát a művészeti vezetője, az a Recskó Szabolcs tulajdonképpen, ő ugyanúgy vezeti a citerakart is, és a vegyes kórust is. A vegyes kórusban jelenleg 4 férfi tagunk van, és hát 6 női tagunk, csak sajnos egy része most nem tud itt lenni, mert a betegek. A magáról, hogy ne mondjam pontosan, hogy milyenek vannak, az átlag életkorunk 60 év, tehát vannak idősek is, tényleg idősek is. Sajnos nem igazán tudunk fiatalokat találni. A mai találkozóra a tavalyi durindós, ahogy mi hívjuk, durindós dalunkat hoztuk el, tiszamenti dalokról van szó, és hát egy ilyen citera ráadása, ahogy mi szoktuk azt nevezni, azt pedig úgy hívják, hogy tuka. Az a neve, egy tuka, ő komponálta ezt, tehát direkt citerára van komponálva. A most megszervezett találkozóval a tavalyi elmaradt rendezvényt pótolták a szervezők, így az idei évben kétszer is találkozhatnak a népzene kedvelők Adorjánon. Ez lett volna tavaly a 6. Szóla Citera októberben, de hát az ismert körülmények miatt nem tartottuk meg. Úgy gondoltuk, hogy most tél vége felé, tél között megtartjuk, hogy megmaradjon ez a folytonosság, és ez most a 6. Szóla Citera. Hát az idén még szeretnénk tartani egyet, ami mindig is szokott lenni októberben, tehát az lesz már a 7. Szóla Citera. A környező településekről hívtunk csak vendégeket, most külföldről nem, mert szoktak lenni Magyarországról is, de úgy gondoltuk, hogy most csak ilyen szűkebb körben tartjuk meg. Zentáról jöttek, Oromhegyesről, Kanizsáról jönnek citerások, úgyhogy 7-8 föllépőnk lesz most az idén. A citerások föllépése, énekesek is lesznek, szóló is, énekkarok is lesznek, utána lesz egy kis megvendégelés, egy kis vacsora, vagy estebéd, mert ugye délután van, és utána még lesz egy kis szórakozás, aki szeretne, lesz zenekar, és akkor lehet egy kicsit mulatozni is. Próbálni próbáltuk a fiatalokat, hát idősek nem igen vannak, ez az egy citerásunk van, a Kovács Miklós, aki benne van az Engő Citerába. Fiataloknak próbáltuk már, hangszerbemutatót tartottunk, próbálták ezek a zenészeink őket belevonni, de nem nagyon akadt, aki szeretné csinálni, úgyhogy egyelőre nincsen utánpótlás. Mivel az Engő Citera ugye megalakult lassan 10 éve, és hát nem olyan sok hely volt, ahol, vagy lehetőség volt, ahol fölléptek volna, és akkor találtuk ki ezt a Miklóssal, meg a többiekkel is, hogy akkor csináljunk egy ilyen citerás találkozót, és a környékbeli citerásokat hívjuk össze. Még szoktak Magyarországról, Kiskunhalasról, Balotaszállásról is jönni citerások, és természetesen akkor mi is megyünk ő hozzájuk, és így megismerjük egymást, meglátjuk ki, hogy dolgozik, mivel foglalkozik. A jó hangulatú találkozó barátkozással és vacsorával zárult.